Ole Gunnar Solskjær veszi át megbízott edzőként a Manchester United futballcsapatának irányítását. A klub volt játékosa, aki 99-ben győztes gólt lőtt a BL döntőn, eddig a Molde edzője volt Norvégiában. José Mourinho alig, hogy távozott, már is megindult a találgatás arról, ki lesz az utódja a Manchester United labdarúgó csapatának kispadján. A magát korábban Special One-nak nevező edzőt kedden menesztették. Az angol csapat az elmúlt 28 év legrosszabb rajtját produkálta a bajnokságban. A klub hiába költött csaknem 400 millió fontot játékosokra. Mourinho nyers stílusát sok sztár nem viselte jól, köztük a francia világbajnok Paul Pogba sem. Mérgezővé vált a légkör, nem jutunk sehová. Kikaptunk a Liverpooltól, 19 pontra vagyunk tőle. Óriási változásra van szükségünk, mondta egy szurkoló. Egy másik viszont csalódott, hogy Mourinho elment. A klubnak ragaszkodnia kellene a menedzsereihez. Ez a szezon nem a legjobb, de a játékosoknak is szerepük van ebben, mondta. Hosszú távon szóba jöhet Zinedine Zidane is. A francia tréner nyáron több bajnokok ligája trófea után távozott a Real Madridtól. Egy másik volt francia világbajnok Laurent Blanc nevét is emlegetik az angol fogadóirodákban. A sajtó Mauricio Pochettinót, a Tottenham menedzserét tartja legesélyesebbnek arra, hogy nyáron átvegye a United irányítását. Jól ismerjük, hogy sok pletyka kering ilyenkor, de nem az én dolgom, hogy mi történik más klubnál. Arra koncentrálok, hogy megpróbáljam a legjobbat elérni a saját futballcsapatommal, mondta Pochettino. A Ferguson korszak óta nem talál magára a Manchester United. 5,5 év alatt a negyedik állandó menedzserét keresi.